A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megyeszerte tart a halasihoz hasonló találkozókat. A szakemberek itt azonnali felvilágosítást adhatnak a vállalkozók, könyvelők által felvetett kérdésekre. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kereskedelmi és Iparkamara célja az elmaradottabb térségek vállalkozásainak felzárkóztatása, naprakész információval való ellátása. A hulladékgazdálkodás témakörében hívtunk ma előadót a vállalkozókhoz. Ez a programsorozatunknak a része, a Szövetségben a vállalkozókkal címen. A hulladékgazdálkodás terén 2023-ban átfogó jogszabályváltozások léptek életbe, és új rendszert alakítottak ki, amely új követelményeket ró a vállalkozók felé. Nagyon nehéz ezeket teljesíteni, mert sok helyen probléma van a jogszabály értelmezésével, illetőleg a gyakorlatba való átültetésével. Hallgatóságunk körében sok könyvelőt várunk. Ők ugye a vállalkozások sokaságával vannak kapcsolatban, így rajtuk keresztül, hogyha egy típus hiba adódik a bevallásokba, adatszolgáltatásba, akkor az nagyon kellemetlen módon többszörösen tud visszaköszönni, és súlyos szankciókat, bírságolást vonhat maga után. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer élénken foglalkoztatja vállalkozókat, könyvelőket. Módra Istvánné is azért jött el a találkozóra, mert még sok a megválaszolatlan kérdés. Szerződést kellett kötni különböző hulladékfeldolgozókkal, beregisztrálni a munkánál, és alapjaiba véve, hogy menet közben, hogy még mi az, amire várhatunk, mi lesz még ezután, ami egy kicsit bonyolítja az életünket. Kérdőjelek és tapasztalatok a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben címmel Struhár Imre tartott előadást a megjelenteknek. A szakember szerint a hazai hulladékgazdálkodás változásai legalább 60 ezer vállalkozást érintenek most. 2023. 7. ha-1-től a teljes hazai hulladékgazdálkodás átalakult, feje tetejére állt. Amilyen szabályokat alkalmaztunk a korábbiakban, annak nagy része hatályon kívül helyeződött. Ami itt most ennek az előadásnak a fő fókusza, az a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, ami a gyártó terméket behozó cégeket érint. Nagyon sok vállalkozás érintett, úgyhogy ezzel nincsen tisztában. Nem akarom mutatni a hallgatókat, nézőket olyan számokkal, hogy 20 ezer alany van benne a rendszerben, és 60 ezernek kellene, tehát nagyon sok az a látens kötelezett, aki nincsen benne a rendszerbe, és a kamarának is az a célja, hogy mindenki tájékoztasson, ugyanis a háttérbe azért mulasztási szankciós lehetőségek is vannak. A szakember úgy gondolja, az adatszolgáltatások miatt a megváltozott jogszabályi környezet ismerete nélkülözhetetlen lesz. Ennek volt előzmény jogszabály, amit úgy hívnak, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert megelőzte a környezetvédelmi termékdíjas jogszabályi háttér. Azt kijelenthetjük, hogyha valaki behoz külföldről terméket, vagy gyártóvállalkozás, ő érintette be az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben új, tehát ami 2023. 7. ha-1-ével lépett életbe, és ami egy nagy kört érint, a csomagolást végző vállalkozások. Tehát ha csomagolást végzünk, kivéve bizonyos értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószereket, mint például a hortasak, akkor a vállalkozások érintettek, például egy webshop szolgáltató, vagy egy logisztikai szolgáltató. Ők mind-mind érintettek, sőt, egy varoda is, a textiltermékek tekintetében, a fabútorok tekintetében, az asztalosok, tehát nagyon sok olyan vállalkozás van, aki még radar alatt van, mert nem is tudja, hogy érintett. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer az a fenntartható hulladékgazdálkodásnak a pénzügyi motorja. Azt kijelenthetjük. És ezzel a pénzügyi kerettel gazdálkodik a koncessziós társaság, a MOHU, MOL hulladékgazdálkodási ZRT. Tehát ő az, akinek az a feladata, az a vállalt feladata, hogy ezekből az összegekből az Európai Unió által előírt hasznosítási számokat teljesítse az összerződéses alvállalkozóin keresztül. Tehát ő az, aki begyűjtett és hasznosítat ezen a területen. Nyilván nekik más feladataik is vannak, de ez a jéghegynek a csúcsa. A 2024-es év első adatszolgáltatása már meg kell, hogy történjen. Az erre való felkészülés is célja volt a mai workshopnak. Gyorsabbnak kell lennünk, mint a fő felügyelőség.
Tehát ők csöngetni fognak előbb-utóbb, az ellenőrzési módszertan kialakulóban van, egész jó találati százalékkal fog működni a rendszer, csak még ugye ez egy teljesen új jogszabályi háttér, ezért nem kongatta meg a vészharangot még a hatóság kellő mélységben, hatékonyságban és mellőzve a büntetéseket. Viszont aki rájön, akár a mai előadás után, hogy érintett, ő minél hamarabb pótolja a kötelezettségét, erre megvan a lehetőség, és tényleg egy kicsit versenyfutásra ösztönzem a vállalkozókat, hogy dolgozzunk gyorsabban, mint az ellenőrző hatóság.